16-oson belül nézzük a szögletet. Ott van még a labda, és a gól is! Vallejo! A DVTK 2-0-ás győzelmet aratott a Mezőkövesd ellen, és talán túlzás nélkül mondható volt meccs egyik kulcsembere, mind a saját, mind az ellenfél kapuja előtt, Alex Vallejo volt. Hogyan emlékszel a mérkőzésre? Okay, I think that finally we won that. Megnyertük a mérkőzést, és azon a délutánon számunkra ez volt a legfontosabb, hiszen néhány forduló óta elmaradtak a jó eredmények. Régen örülhettünk győzelemnek. Néha el kell felejteni a sikerhez vezető utat, és csak és kizárólag a három pontra kell koncentrálni, mert tapadni akarunk az élmezőnyre. Azzal a határozott elképzeléssel vágtunk neki az idénynek, hogy mi domináljuk a találkozókat, és az ellenfélnél többet birtokoljuk a labdát. Ez sokáig működött, de a legutóbbi két meccsen már kevésbé. Azonban a Mezőkövesd ellen így is szereztünk két gólt, amivel megnyertük a meccset, mert jól védekeztünk. Artyom bemutatott néhány bravúrt, és a cserék is jól szálltak be. Alexander Vallejo kiváló teljesítmény nyújtott védekező középpályásként, mióta megérkezett Diós Györbe szinte az első pillanattól kezdve, most pedig az is kiderült, hogy középső védőként is kiváló teljesítményre képes. Egy hosszú idény során mindenki sokféle kihívással szembesül, amire csapatként kell reagálni és segítenünk kell egymásnak. Sokáig az egyik alapember, Bárdos Bence szerepelt baloldali belső védőposztján, és amikor kiesett, akkor természetesen újjá kellett szervezni a játékot. Számomra ez a váltás nem okozott nagy nehézséget, mert többé-kevésbé hasonlít egymásra a védekező középpályás és a középső védő feladata. Talán az utóbbinak jobban szemmel kell tartani az ellenfél támadóit. De ahogy mondtam, alkalmazkodni kell a feladathoz, mert bár ne lenne, de biztosan jön még olyan megoldásra váró probléma, amire most még nem is számítunk. Ezúttal is jól éreztem magam ebben a szerepkörben, még gólt is lőttem, ami nem az elsődleges feladata a belső védőnek. Éppen ezért annak örülök a legjobban, hogy egymás után másodszor is megőriztük kapunkat a góltól. Nem csak Alex Vallejo lett középső védő mostanában, hanem Božidar Csorbadzsiszki is most került be a kezdőcsapatba. Okozott ez nehézséget? Ahogy mondtad, Bozsi most került be a kezdőcsapatba. Az első körben Bence és Csaba alkotta a védelem közepét. Erre is igaz, amit korábban mondtam, mindig alkalmazkodni kell a felmerülő helyzethez. A védősorban rengeteget kell beszélni, mert a négy védő egy vonalban helyezkedik el, és együtt mozog, hogy le se tudja állítani a támadókat. Ezen kívül szemmel kell tartani a mozgásukat, és nem szabad hagyni őket befutni a hátunk mögé. Bozsi spanyolul beszél, így nekem még könnyebb mellette játszani, mert kiválóan megértjük egymást. Bízom benne, hogy hasonlóan folytatjuk, és még tovább tudjuk nyújtani a kapott gól nélküli szériát. De nem tudtad meghazudtolni önmagadat, amikor lehetőség adódott rá, akkor előre törtél most is. Labdaszerzést követően igyekszem egyből előre játszani, ám amikor mélyen védekezünk, akkor nem feltétlenül létezik ez az első opció. Ezért ilyenkor nincs más, mint elindulni előre a labdával. Ahogy mondtam, most nem feltétlenül birtokoltuk annyit a labdát, mint korábban, de éppen ezért nagy területek nyíltak az ellenfél védelme mögött, amit a villámgyors Luki vagy Elton be tudott futni. Idén már másodszor találtál be az ellenfél kapujába, a Mezőkövesd ellen is eredményes voltál. Hogyan emlékszel erre a gólra? Jól kezdődött a bajnokság, 12 mérkőzésen két gólt szereztem, ami furcsa érzés számomra, mert nem szoktam ennyiszer betalálni. A Mezőkövesd ellen a beadás után figyeltem a labdát, és amikor lepattant, akkor a másodperc tört része alatt döntöttem a lövés mellett. A gólszerzés a legjobb egy futballista életében, ezért nagyon boldog voltam. Ezen kívül azért is vagyok elégedett, mert nyertünk, nem kaptunk gólt, viszont az ellenfél kapuja előtt eredményes voltam. Ennél többet nem is kívánhatok. Jól kezdtük az idényt, majd egy hullámvölgy következett, de most ismét ott vagyunk az üldöző bolyban. Így kell folytatni, mert a bajnokság hosszú, sok mérkőzés vár még ránk. A válogatott mérkőzései miatt szünetet tart a bajnokság. Mennyire változtatja meg a DVTK labdarúgóinak az életét ez a tény?
Mindenek előtt kettővel kevesebben vagyunk, mert Vlad és Ágó a válogatottal készül. Helyettük viszont több fiatal edzett velünk az akadémiáról. Az első hetet az akkumulátorok feltöltésére használtuk. Egy rövid pihenőt követően minden nap keményen dolgoztunk. Igyekeztünk kijavítani a hibákat és fejleszteni a csapatjátékot. Szombaton felkészülési mérkőzést játszunk Debrecenben, hétfőtől pedig már a Paks ellen készülünk. A borsodi rangadót a DVTK-n nyeri a képen látható Vallejo. A második félidő második felében talált a kapuba, azzal állította be végül is a végeredményt. 2-0 tehát a DVTK és a mezőkövest mérkőzése.